Na mi jön most? Már régen volt unboxing. Kést most nem hoztam, de most már nem is fogok. Tiszta sötét van, teljes sötétség van, úgyhogy kénytelen voltam itt berendezkedni egy ilyen stúdiófélét. Ugye, hát ez a legoptimálisabb hely az unboxinghoz, azért szoktam mindig itt unboxingolni, ugye, mert a ablakból elég fény árad be, de most nem árad be, mert egyrészt borult az idő, másrészt tél van, harmadrészt délután 2:30 van. Így jár, aki 2-ig alszik, úgyhogy most softbox fénynél unboxingolunk, hogy ti is lássatok valamit, mert... Na, csak a kontraszt kedvéért megmutatom, hogy lámpa nélkül milyen a videó. Szóval kb. Ennyit lehetne látni. Ugye nem sok. Jó találmány ez a softbox. Köszönöm szépen. Na, szóval ez a cucc már olyan régen meg volt rendelve, hogy nem is tudtam kitalálni, hogy mi van a dobozba, amíg fel nem léptem a eBay-re, és meg nem néztem. Rendeltem egy ilyen telefontartót a kerékpár, ugye még mielőtt a telefont rendeltem, még azelőtt mondom, legyen már egy telefontartó, és akkor ugye, hogyha Stravát kezelni kell, vagy GPS, vagy akármilyen szükség lesz, mondjuk már nem az idén, mert télen már csak annyit közlekedek kerékpárral, hogy ugye otthontól munkahelyig meg vissza. Meg most már jön ez a jó kis csípős idő, hogy na de jövőre is gondolni kell, aztán vettem ezt a kis készséget. Ez állítólag ez egy univerzális... Mi a szar, a hó esik? Amá... Bakkeresik a hó. Ha. Na, még hamar kezd, mert most kimegyek az ejekére, ha ki tudok. De bizony, geci. Esik a hó. Nagy látószöggel, nem tudom, mennyi látszik belőle. Nem akarom kidugni, mert nincs rajta a vízállótok. Na, erre sem nagyon emlékszek még, hogy november végén havazzon. 26-a van. Ugye? Aha. És esik a cső. Nézze meg az ember. Ó, te fiú. Na. Akkor ezek szerint official itt a tél. Na. Ezért kell softbox-ot unboxinghoz, mert különben olyan kurva sötét van, hogy szart se lehetne látni. Ugye? Na, visszafelé. Énni. Ne legyetek elvakultak. Jaj, de jó esik a hó. Mikor volt ez tavaly? Nem is tudom, valamikor decemberben esett először a hó, de akkor már annyira vártuk, hogy emlékszem, hogy amikor elkezdett esni egy délután, rögtön bebasztam a GoPro-t a vízállótokba, azt mentem kifele a izébe, a hóesésbe tapicskolni, arról készült egy videó is. Na, szóval, az eladó nagyon későn teljesített ezt a megrendelést, úgyhogy maximum november 24 volt megadva a legutolsó dátumnak, úgyhogy nem fogja megkapni tőlem az 5 csillagot. Sorry, nem én tehetek róla. Hát nem fogom megcsillagozni, hogy gyorsan teljesítette, amikor határidőn túl 2 nappal ért ide a csomag. Na, szokás szerint ugye nem spirázták túl. Ennyi, hogy ütésálló kis szivacsa körbe bugyolálták, és akkor szokás szerint nincs hozzá manuál, garancia semmi. Egyébként, ha valakit érdekel, ez egy végtelenül olcsó kis cucc, és merem remélni, hogy beváltja hozzá fűzött reményeket, bár olyan helyen élek, ugye, ahol ellopják még ugye a 70 forintos bicikli prizmát is. Nem húztam ki a mikrofont. Jó, nem. Úgyhogy akkor egy 700 forintos cuccot miért ne lopnának el.
kicsit lebillentelek. Na, és akkor így néz ki maga a készség. Ez a része megy fel ugye a kerékpárcsőre. Ez egy frankó kis széles szárnyú csavar. Felfogatás. Most ezt nem csavarom ki, mert ugye bárki el tudja képzelni, hogy így a csőre szépen rá lehet fogatni. Jó? Ami az érdekes rajta, ez a gömbfe, ami segít nekünk, hogy kicsit be tudjuk irányozni ezt a pofát. Ja, itt van. Ezt innen levesszük, ezt a gyűrűt, ezt az anyát, és akkor ugye itt van ez a rész, ami a gömbfejbe csatlakozik. Szépen ügyesen be lehet pattintani, és akkor előtte az anyát felhelyezni ide. És akkor becuppantjuk a dolgot ide, és szépen rátekerjük az ő anyját. Éljen az ő anyja. Oké. Okay. És akkor így néz ki összeszerelve. Van neki ennyi forgathatósága. Azt néztem, hogy nem lehet-e úgy állítani, hogy függőlegesen álljon a telefon, de nem. Mert ez, ugye, hogyha véletlenül mégis megpróbálnám függőlegesre állítani, akkor ugye a pofa nem alulról meg felülről fogná, hanem oldalról, és akkor lehet, hogy rázkódás hatására kicsúszna belőle. Hát biztos van olyan is, ami függőlegesen lehet. Ebbe csak visszintesen lehet. Azt közben nézegettem, lehet, hogy pont a Strava olyan szopókás, na mondjuk ez univerzális a méret, mert ugye bármilyen ezért fel lehet ráfogatni. És akkor ez így áll a vázon. Kb. Itt a kormány, itt a monitor, és akkor lehet látni, lehet bámulni. Hát ez egy ilyen egyszerű dolog. Ennyit tudunk rajta forgatni, billenteni. Ja, hát lehet ezt így függőlegesen is tartani, hogyha ilyen ügyesen fel tudom rakni. Jó. Akkor ennyit enged fordulni, hogy éppen szükség esetén, akár függőlegesen is megtartja. És úgy láttam, hogy fogja elég erősen, tehát nem nagyon csúszkál ki belőle a telefon. Aztán megvan belőttük az irányt, a szöget, akkor csak rá kell szorítani az anyát alaposan. És akkor nem fog elcsúszkálni nekik, nem fog elfordulni. Na, szóval ez egy ilyen monitortartó készség. A bringához. Ugye megnézzük, hogy műveli magát. Kicsit kiereztem az anyát. Nem ereztem ki, miért. Tough. Oké. Okay. Adjunk rá egy kis fényet. Ugye a repülő módban van, hogy nekem itten ne ébresszem fél senki se. Menj mána gyászba, ugye? És akkor lehet rajta majd térképezni, vagy valami. Internet connection unavailable. Oké, okay, persze, mert repülőre van kapcsolva. Helyzette. No. Pont a Strava az, ami nem hajlandó viszintesre tájolódni, de hát kit érdekel. És csak annyi a lényeg, hogy elindítsuk rajta a izét. Meg amúgy van olyan izé is, olyan gyors billenty, vagy mi a faszom ez, widget, vagy mi, amit ki lehet pakolni. Aztán azon elég megnyomni egy gombot, és akkor nem tudom, van egy kitéve Strava widget, nincs kitéve. De mindegy. Na, szóval ennyi a lényeg neki, ez így jár. Oszt. Lehet rajta monitorozni. Frankon. Ennyi. De a Windows 10-től kapom el az agyfaszt már megint. Mindig arra ébredek, ilyen
1 óra tájékba, hogy megy a gépecsém. Megy. Mi a rossebet kéne rajta beállítani, hogy ne induljon be magától? Vazzak, beáltatom a gépet, már komolyan mondom, én már mindent letiltottam. Én már letiltottam az egeret, hogy az energiagazdálkodásba, hogy felébreszthesse az eszközt. Én már letiltottam a hálókártyát. Hálókártya sem ébresztheti fel az eszközt. Én megnéztem a gépház az összes ilyen beállítást, hogy nincs-e valamilyen időzítő, ami felébreszti a hálásból. Nincsen. Egyszerűen csak gondol egyet a Windows, és délután 1 óra, akkor úgy felébred hamvaiból, mint a Főnix. És de nem frissít, csak úgy felébred. Szóval, ha jönne valami frissítő, de az is ki van kapcsolva, hogy frissítéskor ne ébresztesse fel a gépet. És csak felébred. Mindig 1 óra kuportba. Nem tudom, mi a rákfaszát kéne rajta beállítani. Csak ennyi bagot, mint amit ez a Windows 10 csinál. Ennyit szerintem utoljára a Vistánál szoptak az emberek. De az a lényeg, hogy már fel van nem tudom hány 10 millió gépem. Ugye a Windows 10. Azt olyan, meg csak azt se lehet mondani, hogy valami pre-beta, mert olyan állapotban van, mint valami pre-alfa. Állandóan nyomják kifele rá ezeket a fogcsomagokat, az csak szarabb lesz. Valamelyik nap is frissített, jól mondom, akkor frissíteni akarsz, frissítsél. Mondom, legfeljebb addig nem internetezek, mert azt is 2 óra hosszáig szokta csinálni a frissítést. Ezt mondom, addig tanulgatok, itt a tablet, itt a telefon. Nem halok meg, hogyha 1 óráig nincs gép, vagy 2. Ez lefrissített, hamar nem volt vele gond, hanem fogta, azt elszállt nekem a Chrome alkalmazás indító, dock. Nem tudom, aki Chrome-ot használ, hogy van-e másnak, és nekem feltelepedett oda a tálcára egy kis izé, egy kis ilyen ikon, és onnan lehet a Chrome cuccokat, meg a weblapokat, meg minden elindítani. Szóval nem csak Chrome alkalmazásokat, ugye ott oda gyűjtöttem már a térképet, a fordítót, a naptárt, a URL rövidítőt, hát meg ezeket a hasznos Google cuccokat, ugye Google Play-t, gyors linkjeit, akkor ott van a izé, onnan nyílik meg a Gmail, a YouTube, ugye, YouTube csatorna, videókezelő, mindent onnan indítok. És szóval egy kicsit zokon esett, hogy most nem volt hajlandó, amikor azt akkor csak kibaszta az izét, ugye a képernyőt, hogy nem működik, bezárom a böngészőt, megpróbálom újra, nem működik. Akkor indítsam újra az egész rendszert, hát ha majd akkor működik. Szóval ez a Windows bug, hogy minden változás életbe léptetése előtt, ugye, újra kell indítani a rendszert, de már akkor újra indult egyszer, szóval ez sem olyan értem, miért nem lehet. Múltkor este lefrissítettem a rendszert a telefonon, hát az semmi izé nem volt, hogy összeomoljon valami rajta, semmi. Kipipáltam, elfogadom a szoftver frissítést, tak, kész, letettem, megcsinálta pár perc, ott a szélomput kiválni. Ugyanúgy a tábla. Hát Androidban meg tudják ezt oldani, akkor Windowsban miért nem? Meg miért kellett ezt már annyira erőltetni, hogy már mire a 8.1-et jó kipofozták, eléggé szerethető belakott rendszer volt, addigra jött ez a szar, és minden kedden, mikor jön ki egy új hibajavító fót, minden kedden összeomlik valami tőle. És akkor azt mondták azok, akik ugye szűzen telepítették, ugye leformázták a merevlemezt, vagy a SSD-t, hogy hát nekik semmi hiba, tehát úgy kellett volna felrakni a rendszert, ugye nem frissítésként, hanem. Na de nekem nem volt ahhoz az idegrendszerem, hogy én mindent újra telepítsek. De én örülök, ha meg tudja úgy csinálni, hogy lefrissíti magának, az kész.
Nekem megvannak a programok, ami kell. Nem fogom megüzélni, hogy... Na, de mondom, csak az izei van vele. Zidék! Mert nem szoktam ilyen, mostanában ilyen panaszkodós vlogokat gyártani, meg panaszkodós napokat, mert nem sok értelmét látom. Jaj, még most nézem, csak hogyha ezt teljesen kicsavarom. Szerem ezt a csavart. Próbálom megmutatni, ha elebillentem. Szóval kiszedtem neki ezt a csavarkáját, és nézem, hogy elég kicsi ez, hogy elég lesz ez a izére a kormányra, mert mi van vastagabb a kormány, és akkor szerintem ezt ilyen zseniálisan ki lehet innen pattintani. Láti? És akkor van itt még két vállacska, még egy, meg még egy. Ennek meg van itt egy vállacskája, és ez ide bepattan. Tehát, hogyha vastagabb a kormány, akkor szíjjelebb lehet ezt tenni. Meg melyik szíjjelebb? Úgyhogy no para, akinek vastag kormánya van, arra is nyugodtan fel lehet rakni. Ugye vékony csőre is, tehát nagyon vékony csőre, közepesre, így, és vastag markolatra. Így la. Nekem szerintem ez a beállítás lesz a jó. Belül meg ez ilyen recézett gumi. Rovátkolt, recézett csak. Úgyhogy nem csúszik el, nem fordul el a készség a kormányon. Csavarozzuk ezt hajrá. Ennek az egyedül gyenge pontja ez a kézzel lazítható csavar, ugye? Mert most, hogyha ezt használom, akkor megvan annak a veszély, ugye, hogyha kihagyom parkolóba, akkor lelopják róla nemes egyszerűséggel. Ha meg megpróbálok valami normál csavart, ilyen szájn nélküli csavart belehajtani, meg anyát rá, meg mit tudom én kulcsa, akkor az meg... Hát mondjuk, tegyük hozzá, fennáll annak a veszélye, hogy nem lehet ilyen csavart szerezni. Ugye a kínaiak szeretik, hogyha szabványtól eltér, és akkor... Útkor kerestem csavart a videokamerához, tudod, azt... hogy olyan menetemelkedésű legyen, amilyen izé, amilyet ők terveztek, olyan, hát olyan nincsen. Tehát az kizár dolog, mert nem tudom. Na. Szóval erről ennyit, meg volt az unboxing, és kapni fog az eladó. Erre a kiszállításra 2 darab csillagot, mert nagyon nem vagyok vele megelégedve, de az a lényeg, hogy megvan, és hát ilyen. Már csak, hogy indexkép is legyen. Akkor ez volt az unboxing, ez a nem tudom, hogy hívják, de majd, ha valakit érdekel, a link ott lesz a leírásba, és akkor amíg él a link, addig él, utána meg nekem ne írkáljatok, hogy nem is jó a link, mert már nincs ilyen, de persze. Ha elfogy, akkor elfogy. Jó? Megyek reggelizni, 3-4-3-kor megeszem a jó kis káposztás tésztát, jaj, kedvencem. Na, sziasztok, örülök, hogy velem tartottatok, menjetek hógolyózni, auf Wiedersehen, meg minden. Na.